Sajnos rossz híreim vannak, és nem annyira rossz híreim. OG? Yeah. I'm OG, y'all new to the game. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó. Kellemes reggelt, kellemes délbét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek. Nem is ez a lényeget már tudjátok. Úgyhogy nem mondom el. Gyerekek, újabb nap, újabb videó. Sajnos rossz híreim vannak, és nem annyira rossz hírek, csak egy pici tolódás van, ugyanis lerendeltem a maszkokat, és utána, amikor vettem az enyémet, akkor azt mondták, hogy annyi van, hogy mint a szemét, tehát hogy be akarnak temetni vele. Most meg kiderült, hogy egész Romániában elfogyott ez a fajta maszk. Egy bizonyos márkát néztem ki, ugyanis én nem szeretek szart árulni. Ha valamit adom a nevem, akkor azt megpróbálom minőségbe előállítani. Szerintem a kivett sapkát azt tudja, hogy nem fossa a gurigázok. És ugyanígy van a maszkkal is. Ezelőtt egy-két hónappal vettem egy maszkot, kipróbáltam, hogy hogy bírja, veszít-e a színéből, bolyhosodik-e, kiulukad-e, ki lehet-e mosni, bírja-e, minden oké volt. És akkor tegnap, mire végre mentem, hogy rendeljem meg nektek is, ugye páran írtatok kommentbe, hogy érdekel a maszk, meg lehet írni azért Facebookon is, Instán is. Írhatok üzenetet, hogyha érdekel a maszk, mint mondtam, 25 lej. Most, hogyha itt vagy Szentgyörgyön, akkor odaadom személyesen, és nem kell postát fizes. Hogyha valahol máshol vagy, akkor esélyes, hogy nem olyan éri meg csak egy maszkot rendelni, mert kb. Annyi lesz a posta, mint a maszk. De mondjuk azt is tehetitek, hogy ha többen vagytok haverok, akkor együtt vesztek 2-3 maszkot, és a postát elosztátok, ezáltal nektek is olcsóbban kijön. Na de a lényeg az, hogy 10-e környékén lesz maszk, és akkor olyan körülbelül 15-ére lesznek meg a maszkok, addig még lehet írni. Azért a napokban jó lenne, hogyha írnátok, mert egyelőre rendeltem egy 30 darabot, és mondta a beszállítóval, beszéltem, aki direkt Romániába szállítja be, mondta, hogy ilyen több ezreket rendeltek, és amikor rendeltek ezret, akkor még ők mindig rárendeltek 2-3-400-at, úgyhogy valószínű, hogy ki tud szolgálni, azt mondta, de az is valószínű, hogy most 10-én lerendelem, ahány kell, és mondjuk, hogy a 2 hét múlva még szeretnék rendelni, akkor már nem lesz, úgyhogy döntsétek el. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, ugye napokban minden nap videóztam, így nem tudtam hamarabb közölni, még reklámoztam nektek a maszkokat. Lesznek maszkok, csak egy picit csúszásba vagyunk, és meg egyszer mondom, hogy nem hiszek ezekbe a maszkokba. A maszk egyetlen egy dologtól véd, az pedig a büntetés a rendőrtől. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy azért csinálunk maszkokat, hogy ne ez a hupi lila, hupi kék maszkokkal, ezek a sebészi maszkokkal bóckodjunk, nézzünk ki, akkor már legalább normálisan, nehogy mi valami hupi kék, törpi kék. Továbbiakban kijöttem edzeni, mint láthatjátok, szar az idő, össze-vissza 10-12 fok van, és ennél már sokkal jobb nem is lesz. Feljöttem most ehhez az ugráshoz, mert itt rég nem voltam, és központban nagyjából a falakat, azokat mind meg untam, úgyhogy az lenne a feladat, hogy onnan ide föl. Aztán, hogyha az összejött, akkor megpróbálok ráugrani egy keréken visszafordulni rajta, és csak ide visszaugrani erre a kőre. Van egy kis távolság is, itt van az állvány, úgyhogy beállítom az állványt, és tolom meg. Thank you.
Itt nyírkos a gumim meg a könyv, de nem merek teljes erőbedobással ráugrani, nagy lecsúsztak. A legelső ugrás az volt. És az a baj, hogy amíg sokat baszom, akkor teljesen mentálisan magamat is tönkreteszem, mert idegesít, hogy nem megy. Úgyhogy inkább csak adok még két életet ára, szóval. Nem akarok esni, meg nem akarok defektet sem. Most ott eszembe, hogy a tegnap sima belsőt tettem bele. Mindegy, nem mindig jön össze minden. Ez a kövi hely, megpróbálok három technikával ide is felmenni. Jobb side, bal side, és akkor féltek első, hátsó, egész limitált itt a hely. És egész jó ez a far. Rég nem voltam itt. Kaptam egy kis szurkot. Milyen rég kerestem. Ezt el is teszem. Csücske az 1.35, ha jól emlékszem. Elég nehéz, mert közel kell menni a falhoz. Megpróbálom beszájdolni jobbra, megpróbálom beszájdolni balra, illetve első hátsózni. Balra nem érzem, jobbra is alig kaptam meg, és ilyen apró köves az a járda. Össze-vissza dob, balra meg se próbálom, főleg nem akarok ráesni az autóra. Megpróbálom első hátsózni.
Gyerekek, nagyon hideg van, kezdtem kihűlni és fázok. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó. Ez már nem igazán volt az én napom, de hát vannak ilyen napok is. Meg kell most szoknom egy picit a hideget. Nem tudok úgy bemelegíteni az üzleteim. Nem tudok úgy bemelegedni, plusz a gumi, meg minden másképp viselkedik, mikor hidegebb van. Hát nem ez lesz életem videója, plusz meghúztam a nyakam, most érzem, hogy amikor nézem, hogy jön az autó, itt összeszakad. Ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett olyan a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj kicsengőt, kis harangot, már ingyen van. És nekem nagy segítség. Mai napi komment ide. Én Orbán Gabi voltam. Peace!